ezért lehet ennyi embert lángatni, ezért lehet ennyi embert elbizonytalanítani, mert mindig újabb istenképeket keresnek az emberek ahelyett, hogy odavinnék és letennék a bűneiket az Isten elé. Figyeljetek, az Isten tényleg jó szándék, azt mondja, hogy értsd meg, ember, ide jöhetsz másfél percenként, nem ez a lényeg, hogy hányszor jössz ide, hanem hogy gyere ide és tedd le, mert ember nem lesz, aki megszabadítsa. Hát erre jöttek rá jó pillanatukban a tanítványok. Miért adták az életüket Krisztusért? Azért, mert rájöttek arra, hogy kicsoda az, Uram, aki nekünk megszabadítani ettől. Hová mehetnénk? És meg, amíg nem jutsz el addig, hogy hová mehetnél, amíg ott vagy, hogy na jó, ebből a gyülekezetből kijöttem. Van még 5 jelölt. Hogy be fognak-e fogadni? Hát persze, hogy be. Mivel a gyülekezetek létszáma nem növekszik, csak úgy, hogy az egyik eljön a másikból, örömmel fognak látni. Sőt, még szolgáló is lehetsz. Pár pillanat alatt. De ez még nem az Isten jelenlétébe való kerülés, hanem ez valami egészen más. Ezért a tékozló fiút is mit várt? Mi változtatta meg a visszafogadás? Értsd meg, amíg nem találkozol Istennel, én annyira látom, hogy szenvednek, két dologtól szenvednek az emberek. A hívők egyik része az állandóan méltatlannak érzi magát. Én nem vagyok méltó, én nem vagyok méltó imádkozni, én nem vagyok méltó prédikálni, miért nem prédikálsz, miért nem imádkozol, miért nem szolgálod az Urat nyilvánosan, mert valahol ott rebeg a tudat alatt, hogy én erre nem vagyok méltó. Aztán van a másik társaság, aki meg a csekettőt nézi, az meg mindenre méltó. Az gyógyít, szabadít, mind az 5 szolgálati ajándék megvan az életében, az ne félj, annak nincs ilyen identitásbeli problémája. Látom, az egyik evangélista, az nem jön be neki, akkor lesz proféta. Az bejön, főleg ha 100 évre előre prédikál, meghalunk mind, mire elkapnánk, hogy hamis proféta volt. Ha az se jön be, akkor valahol majd pásztorkodik. Valami ajándéka kell, hogy legyen. Hát ennyi apostol nem volt Magyarországon az elmúlt 1000 évben, mint ami most van. Adjátok össze a mai élő apostolokat. Több van már, mint hívő. A profétákról meg nem is beszélve. Már konferenciáznak. Iskolájuk van. Satöbbi, satöbbi. Már megvan a Sámuel. Ki a proféta iskola vezetője. Még egyelőre 4-en vezetik, de majd kinyírják egymást. Egy lesz abból, higgyétek el a végére. Az ember ilyen. Nem fogja meghagyni a 4-et.